Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Közelmúlt. Egy olyan új műsorba kezdünk bele, amely a történelmünket szeretné feldolgozni, olyan témák mentén, amelyek viszont manapság is érdeklik az embereket, tehát van aktualitásuk, és közel vannak hozzánk. Most Horthy Miklós személyével fogunk foglalkozni, annál is inkább, mivel az elmúlt időszakban újra előjött Horthy Miklósnak a személye, történelmi szerepe. Lázár János volt, aki Kenderesen egy átadón méltatta Horthy Miklósnak a személyét, és ebből egy kisebb fajta botrány is kerekedett itthon. Mindenki úgy érezte, hogy meg kell szólalni ebben a kérdésben, és egy ideje tervezgetjük ezt a beszélgetést, ami most összejött és megtörténik, és szeretném Horthy Miklós személyéről kérdezni kedves vendégeinket, akik eljöttek. Dr. Szakály Sándor, Széchenyi díjas történész, az MTA doktora, a Károli Gáspár Egyetem, Református Egyetem tanára, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnök helyettese, illetve itt van velünk dr. Gellért Ádám, nemzetközi jogász, Erőszakkutató Intézet ügyvezetője. Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! És hát itt az aktuális felütés után én rögtön a történelem mélyére szeretnék ásni Önökkel, és azokat a főbb pontokat szeretném, hogyha sikerülne megvitatni, ami Horthy Miklós személye körül vitatott, vagy olyan kérdés, amely még látszik, hogy most is érzékenyen érinti a társadalomnak bizonyos rétegeit. Talán úgy is fogalmazhatnék, hogy az elmúlt 100 évben valahogy még mindig szélsőséges módon van megítélve Horthy Miklós, hol erről az oldalról, hol arról az oldalról, tehát mindenfélét hallhatunk róla, és ha most így feldobom ilyen picit talán általánosan ezt a kérdést, hogy Önök röviden hogyan ítélik meg Horthy Miklósnak a szerepét, egyáltalán meg-e lehet ítélni röviden pár mondatban az ő szerepét, személyét a magyar történelemben, akkor azt hogyan lehetne? És Szakály Sándort kérdezném először. Hát én nyilván azt kell mondanom, és az a válaszom, hogy nagyon röviden nehéz megítélni, ugyanis ha röviden mondunk ítéletet, akkor abba a hibába eshetünk, amit az előbb ön elmondott, hogy így vagy úgy foglalunk állást, és én azt gondolom, hogy valamennyiünk élete nem csak fehérből és feketéből áll, vannak ott másféle árnyalatok is, és vannak az életünkben változások, amelyek pozitívak vagy negatívak. Én azt gondolom, hogy Horthy Miklós egyrészt a 20. századi magyar történelem egyik meghatározó alakja, hiszen egy korszak fűződik a nevéhez, gyakorlatilag megközelítek 25 esztendőt ennek az országnak az élén áll, és ugye volt, amik úgy minősítették, hogy vérrel vagy véres kézzel került a hatalomba, és ugyanúgy távozott onnit, különböző jelzőkkel ítélték meg. Vannak, akik megítélésem szerint azért túlzásra azt mondják, hogy x-edik honalapító, azért nem mondom, hogy hányadik, mert többeket szoktak honalapítónak, hogy a Szent Istvánnál és Negyedik Bélánál azért ebben egységes vélemény van. Én azt gondolom, hogy a személye megkerülhetetlen a 20. századi magyar történelme. Ugyanakkor én úgy látom a korszakban az ő személyét, hogy nem egy egyszemélyes vállalkozás volt úgymond a Horthy korszak, vagy Horthy Miklós. Én úgy érzékelem ezzel, nem biztos, hogy mindenki egyetérte, az én álláspontom a helytálló, hogy ő sokkal ügyesebben és jobban választotta ki azokat a személyeket, akik ebben a korszakban működtek és meghatározó alakjai voltak, néhány államférfői kvalitásokkal is bírtak, mint saját magának a teljesítménye. Tehát én azt gondolom, volt egyszer egy olyan fölvetés, hogy nem biztos, hogy Horthy korszakot kéne mondanunk, én a rendszert nem szeretem a kifejezést, mert nem egy sajátos rendszerről van szó, hogy inkább egy Bethlen Horthy korszakot kéne mondani, bár az a 25 évből ugye 10 évetől elföl, de ez a meghatározó, és ez az igazi, mert Bethlen István után 31-et követően nagyon sokan jönnek, akik megítélésem szerint sok mindenben nem haladják meg Bethlent, de visszatérve én azt gondolom, hogy nagyon röviden nehéz egy olyan véleményt mondani Horthyra. Most lehetne azt mondani, hogy egy skálán árazzuk be, hogy az 5-ös skálán vagy a 10-esen ki hova tenni, ez sem egy szerencsés dolog. Egyes események, egyes történések, egyes cselekedetei azok, amelyek mérlegre tehetők, megítélhetők, és biztos, hogy lesz, amikor az egyik serpenyő lesz lejjebb, és egyszer meg a másik serpenyő. Egyetértek azzal, amit Szakály Sándor mondott. Talán annyival egészíteném ki, hogy a legfontosabb itt 100 év után, hogy hideg fejjel a tényeket és az eseményeket most már sokkal jobban ismerve, mint az akkori kor politikusai vagy közemberei, próbáljuk meg egy kicsit mitoszt tanítani. Horthy korszakot, Horthyt, és azokat a kérdéseket, amik majd elő fognak jönni, gondolok itt mondom, fehér terrorra, a zsidó kérdésre, vagy a kiugrásra. Az biztos, hogy így egy osztályzatot, ahogy korábban mondjuk Romsics Ignác adott, én arra nem vállalkoznék, mert egy átlagot vonni nagyon nem szép dolog egy ilyen 24-25 éves teljesítményre.
Én azt mondanám, hogy mind az eleje, mind a vége dicstelen lett ennek az időszaknak. Az eleje a hatalomra kerülés miatt, ideértve az országnak a román megszállása mellett Horthynak a hatalomra kerülését, illetve a végét, ami egy trianonnál is nagyobb, de legalább akkora megrázkódhatás jelentett az országnak, anyagi és emberi életveszteség miatt, és ugye itt a kérdés mindig azért merül föl az elején és a végén ennek a korszaknak, hogy ebben mi Horthynak a felelőssége. Tehát beszélhetnénk a 20-as évek közepéről, 30-as évek eléről, hogy Horthynak pontosan milyen tevékeny szerepe volt ebben a korszakban, de mégis a kulcsmomentumai az a 19-20, mondjuk a 38-41 és a 41-44 közötti időszak, és legtöbbször erre is szoktunk koncentrálni. Ezek azok a kimagasló csúcspontok, amikor Horthyról, mint politikusról és emberről is valamilyen értékítéletet lehet és szerintem kell is mondani. Na akkor kezdjük is a legelején, akkor itt elhangzott az, hogy dicstelen volt a hatalomra kerülés, majd erről beszélhetnénk is, hogy mi ennek az oka, és hogy a fehér terror az már kötődik erre ehhez a hatalomra kerüléshez? Én Ádámmal számos esetben egyetértek, vagy ős néha velem, de nem mindig szoktunk egyetérteni, ez régi időre vezethető vissza, de legalábbis úgy szoktam mondani, hogy korrekt módon szoktuk egymás véleményét meghallgatni és ellentmondani vagy elfogadni. Én a dicstelen kifejezést Horthy Miklósnak kormányzó választásával nem kötném össze. Azért ne feledkezzünk meg arról, hogy a tanácsköztársaság bukását követően Horthy Miklós nem csak úgy került hatalomba, hogy gondolt egyet, mert a nemzeti hadseregnek ő a fővezére, és a nemzeti hadsereg kb. 3000-4000 főből áll, amikor elindul Szegedről a Dunántúl, hogy magába olvassa a megközelítettek 100 000-es, vagy akkor valamivel több mint 100 000-es vörös hadsereget, hanem annak is köszönhető, hogy a nemzetközi környezet, illetve bizonyos politikusok Horthyt tartották alkalmasnak arra, hogy egy ország konszolidálásában valamilyen formában részt vegyen, és őt az akkori magyar társadalom döntő többség elfogadta. Azért ne feledkezzük meg arról, hogy 1919. augusztusa és mondjuk novembere, decembere között hány és milyen kormány van, hány napig vannak miniszterek, miniszterelnökök, és a britek elsősorban, tehát a brit birodalom képviselői, azok legalábbis én ezt így látom és így tudom, akik úgy érzékelik, hogy Horthy Miklós lehetne egy megoldás, és a társadalom többsége. Ugye Horthy mellett, hogy ő legyen a megoldás, sok minden szól, addig nem politizált, tehát ő nem politikus, tehát nem egy aktív politikus. Az Osztrák-Magyar Monarchia Hadiflottának utolsó parancsnoka van bizonyos tekintélye, és ami meghatározó egyébként szerintem, az a nem túl nagy katonaerő is Horthy mögött áll. És úgy látják a külföldiek, hogy így mondjam, akik azért döntően befolyásolhatják, hogy mi történik Magyarországon, a győztes hatalmakra utalok, hogy Horthy egyrészt elfogadható, amit említettem a társadalom tagjai döntő többségének, és valószínűleg egy ideiglenes megoldás lesz. Az nem azt jelenti, hogy majd ők a Habsburg uralkodót várnák vissza, mert ugye ez az antant hatalmak részéről nem várható. És Horthy erre a szerepre nem hinném, hogy készült volna, viszont lehet, hogy rosszul fogalmazok, talán megtetszett neki az a lehetőség, hogy őt képbe hozták. És ha belegondolunk, hogy 1919-ben már rendszeres meghívottja a minisztertanács ülésének, amikor a Párizsban, akkor még a Párizsban folyó béketárgyalások delegációnak kiválasztása van, az, hogy mi történik a háború után, és így tovább. Tehát a politikusok is számolnak vele, és nem azért van az ő választása 20 március 1-én az országházban, mert különítményes tisztek megjelennek és megrettennek, akik választani akarnak. Nem is, nincs is olyan személy, aki igazán akarna. Ugye Aponyi Albertet kapacitálják, de maga Aponyi Albert is átzárkózik. Feltetőleg úgy gondolják, hogy az ország akkori helyzetében ő lenne a megoldás. És én továbbra is fönntartom az ideiglenes megoldás szót, hiszen maga az a törvény, amelyik megjelenik, és Ádám, mint jogász, nyilván sokkal jobban ismeri az első 1920. évi első és 17. törvényciket, amelyik a államhatalomra, a kormányzókra és sok mindenről szól, hogy egy ilyen megoldás lesz. És Horthyt, és én ezért mondom azt, hogy ez nem dicstelen. Az, hogy 1919-ben a Nemzeti Egység fővezéreként arról a bizonyos fehér terrorról, mennyit tud, mennyit tehet, mennyiben értesült, adott neki olyan utasítást, parancsot, ami azt mondta, hogy ezt kell tenni. Én ilyennel nem találkoztam. Ezt úgy szokták mondani, egyszer azt mondta a Gellért szállóba, hogy mit kéne tenni, de ha megnézzük a bevonuláskor kiadott parancsát Horthynak, amikor egyrészt utal, és ez a zsidó kérdéshez is kapcsolódik, hogy itt nem lehet olyan föllépést a hadseregnek, hogy itt most így fogalmazok, izraelita polgártársaink ellen atrocitásokat kövessenek, mert a különítményekben is szolgáltak tartalékos zsidó származású tisztek. És nem ezért mondta Horthy, mert az egyenruha abban az időszakban egyenlővé tett mindenkit.
Tehát aki azt az egyenruhát fölvette az osztrák-magyar monarchiába, ott nem volt felekezeti hova tartozás nemzeti. Nyilván mindenki meg volt, de úgy fogalmazott egyszer Hajdú Tibor és a sajnos immáron elhunyt Deák István professzor, ugye, azt hiszem mindkettőnknek talán mondhatom azt, hogy közös ismerőse, illetve magam is jó viszonyban voltam vele, hogy császár és király volt az ő nemzetiségük idézőben. Na most egy bajtársal másként viszonyulnak, és másként kell kezelni. Bocsánat, hogy egy kicsit eltértem a kérdésétől, és a válaszom hosszúra sikeredett. Semmi gond, akkor rá is megyünk itt a fehér terrorra, és azért még akkor azt elmondanám, hogy ugye Horthy azért is mondta, hogy nem lehet atrocitás az izraelita polgárokkal szemben, mert hogy egyébként volt egy ilyen félelem a társadalomban, vagy a zsidók között, nem? Hogyha átveszi az uralmat Horthy, most így egyszerűen fogalmazok, akkor lehetnek programok. Ezt mire alapozták? A pengékkel kapcsolatos szakértelmünket az évszázadok során tökéletesítettük, hogy a legélesebb pengét, a Hydro 5-ot használhassd a kényelmes borotválkozásért és a bőr hidratálásáért. Wilkinson Sword. Our history speaks sharply. Fogok válaszolni a kérdésre. Nagyon összetett a történelmi időszak is. Ugye több hatalmi központ létezik 19, már júliusától kezdve Magyarországon, és nagyon nehéz tudni, hogy éppen most ki a főnök, hogy lefordítsam. Az ország különböző területei más hatalmi központok vannak. Budapesten egy románok által létrehozott kormány, Szegeden francia támogatással Horthy, akinek a Szegedről Siófokra, majd Siófokról Budapestre való bevonulás az igazából abból áll, hogy hogyan kerüljük el a román hadsereggel való konfrontációt. Tehát a Vörös Hadsereggel ellentétben és a Vörös Hadseregben szolgáló és később a Magyar Nemzeti Hadsereg tisztjeivé váló harcosok, akik megküzdöttek a románokkal, ők erre nem kapnak lehetőséget a Magyar Nemzeti Hadseregen belül, és Horthy ezt lehet minősíteni, hogy ez most egy stratégiai jó döntés volt-e vagy sem, de igazából a tanácsköztársaságnak a végét azt nem a Magyar Nemzeti Hadsereg, hanem a román királyság szünteti meg, és Horthynak és a Horthy féle tiszti különítméseknek a vonulása Szegedről Siófokra az egy tömeggyilkosság sorozattal is egyenértékű. Most, hogy volt-e parancs, vagy nem volt parancs, én a különböző hadbírósági iratok között találtam olyan tanúvallomásokat, amit 1919-20-ban vettek föl tiszti különítményesekkel, akik elmondták, hogy a Szegedről való elindulás előtt ott Rubai Károly, a Szegedi Hadügyminisztérium vezérkari azredese, a 6. osztálynak a főnöke szóbelileg olyan utasítást adott ki, ami feljogosította őket arra, hogy mindenfajta processzus nélkül a kommunizmusban, vagy a kommunizmusra gyanúsítható emberektől megszabaduljanak, és igazából ez is történik. Tehát amikor fehér terrorról beszélünk, akkor annak a legvéresebb időszaka pont ez, az 1919. augusztusi időszak, amikor körülbelül a fehér terror áldozatainak, általunk beazonosított 680 áldozatának a fele 300 ebben az időszakban pusztul el. Itt nagyon sok direktóriumi tag, a tanácsköztársaságban részt vett magyar nemzetiségű vagy zsidóhallású személy is van, de igazából egy olyan carte blanche-ot kaptak a Szegedi Hadminisztériumtól bizonyos tiszti különítményes egységek, amelyek feljóstották őket arra, hogy vagy népítélet, vagy pedig kivégzések keretében ezeket az emberektől megszabaduljanak. Ez aztán 18 szeptemberén alább hagy, mert mind rájönnek a Horthyék arra, hogy a nemzetközi támogatás nélkül ők nem fognak tudni hatalomra kerülni, akkor még Horthy mellett még más is van ugye itt a Tarsolyban, teljesen bizonytalan a helyzet, és mindenképpen kell egy nemzetközi legitimáció. És ezért mondom dicsitelennek ezt a hatalomra kerülés, ez egy hosszú folyamat, ez egy kb. Egy fél éves folyamat, most a Somogyi Bacsó gyilkosságról még nem is beszéltem, és ugye mi arról Horthynak a személyiségről is szoktunk beszélni, hogy 19. századi gentleman volt. Már sokszor idéztem ezt a összefoglalót, amit von Lampe követ írt a Horthyval való találkozásakor 1921. márciusában, és ez a zsidó kérdésre is reflektál, és itt ugye ki fogunk arra térni, hogy szelektív antiszemitizmusa volt Horthynak vagy sem. A követnek a fejegyzése, naplószerű fejegyzése szerint Horthy a következőket mondta: nem vagyok megrögzött antiszemita, de azt gondolom, hogy a világon az összes rossz a zsidóktól ered. Megértem, hogy vannak köztük zsidó emberek, de mégis meggyőződésem, hogy minden rossz a zsidóktól származik, és utána kifejti, hogy ő mennyire hisz a Cion bölcseinek a jegyzőkönyveiben, és hogy a teljes nemzetközi világot is a zsidók uralják. Tehát ritka, amikor Horthynak a belső lelki világába képet kapunk, ahányszor ilyen képet kapunk, most itt a Prónai Naplótól kezdve más követi jelentésekig bezárólag, egy nem egy
visszafogott, vagy nem az érzelmeit félretevő embernek a képe jelenik meg előttünk, ami majd később, ugye majd vitatkozni fogunk, hogy mennyire volt determinált Hortinak az antiszemitizmusa. Ez egy jó alap arra, hogy valamilyen elgondolásunk legyen arról, hogy ez az ember hogyan is gondolkozott. Reagálhat nyugodtan, de azért én még egy percre visszatérek a fehér terrorhoz, ugyanis volt egy történész, most nem akarom nevesíteni, hogy csak hogy nem. Tehát hogy a lényeg, hogy azt mondta, hogy nem lett volna fehér terror, ha nincs vörös terror. Hogyan lehet egyébként a fehér terrort megfogni, és mennyire volt ez igazából a magyar társadalomnak egy ellenreakciója, vagy pedig egy szervezett dolog, ami mögött akár Hortinak a tudomása, vagy bármi fellelhető? Én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy reakció valamire, vagy nem, akkor azt kell mondanom, hogy ha kérdésénél tartunk, és a történész azt szoktam, hogy arról nem beszél, és utána arról szeretek többet beszélni. Nekem az az érzésem, hogy automatikusan, ha nincs vörös terror, akkor nincsen reagálás. Tehát azért ezt nem lehet kihagyni. Most lehet azon vitatkozni, hogy melyik gyilkolt meg többet, és így tovább, de olyan kijelentéseket legalábbis lehet, hogy Ádám cáfolni fog, vagy olyan szöveget, amelyeket Samueli megfogalmazott, hogy a tanácsköztárság néhány vezető, hogy a vér és egyebek miért fontos, és miért kell itt terrort, ugye a Szovjet-Oroszország mintára megteremteni. Az a magyar társadalom nagyon sok tagjával, vagy a társadalom többségének nem volt elfogadható. És hadd mondjak erre egy példát. Néhai képviselő Timár György, aki talán többünk előtt ismert, a Kisgazdapártnak volt a rendszerváltoztatás után képviselője. Ő egy zsidó családból származott, én többször voltam vendéges, beszélgettem a Gyurival. Az ő családja zsidó származás ellenére megszenvedte a tanácsköztársaságot. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a nagyapját Tusznak vitték el. Tehát itt nem lehet ezt a kérdést így tekinteni. Viszont ettől függetlenül a magyar társadalom tagjainak a többségébe ez úgy égett akkor bele, hogy zsidó uralom. Most nem tudok más kifejezést használni, az akkori reakciókra utalok erre, mondván, hogy a tanácsköztársaság vezetésében hányan voltak, és tovább. Tehát miközben a uralmat elszenvedők között is ott voltak a magyar izraelita hitű állampolgárok, és így tovább. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, de én azt gondolom, hogy ez egy reakció volt. Amire utalt Ádám, ugye Otrubajnál, aki egyébként az uralkodó katona irodájában szolgált korábban, IV. Károly mellett, tehát ezért is érdekes, hogy esetleg, és nyilván, hogyha ezt leírta, akkor ez volt, vagy elmondta, én ezt nem vitatom, csak hogyha belegondolunk IV. Károly környezetéből, miként lehet így kijönni, aztán 21 után Otrubajnak nincs szerepe egyébként már a történelemben, tehát nyilván az volt, hogy üssünk vissza, és a kérdés az volt, hogy az üssünk vissza, azt miként fordítja le adott esetben egy különítményparancsnok, miként fordítja le egy tartalékos tiszt, vagy miként fordítja le az a parasztember, akit rekviráltak, vagy miként fordítja le ezt magának az a kalocsai, vagy kalocsa környéki településen élő ember, akinek a rokonát épp Samuel akasztotta fel adott esetben. Tehát itt ezt nagyon nehéz kordába tartani az érzelmeket, és én azt gondolom, hogy az érzelmek túlburjánzottak. Ezt most lehet azt mondani, hogy miért ilyen visszafogottan fogalmazok, hogy túlburjánzottak. Tehát egy ilyen reakció volt, ami nyilvánvaló, hogy elítélendő. Tehát ez egy egyértelmű, hiszen a felelősségre vonás a törvények jog szerint megillette volna az elkövetőket is. Tehát nem véletlen egyébként, hogy ha jól tudom, a magyar bíróságok azért igyekeztek jogszerűen eljárni 1919 után. Az egy másik dolog, hogy például a elítélt különítményesek után egy kormányzói, nem tudom a pontos szakkifejezést kegyelemben, hogy milyen részesültek. Tehát Bánó Kálmán vagy mások, akik érintettek voltak ezekbe a dolgokba. Ha még egy pillanatra szabad a fehér terrorhoz, ugye volt egy nagy különbség a vörös terror. A vörös terror egy államilag szervezett és jóváhagyott állandó terror volt, ami csak annak köszönhetően ért véget, hogy véget ért az tanácsköztársaság. Valóban egy visszacsapás volt a fehér terror, de ez persze nem menti azokat, akik ezeket elkövették, és ugye amikor Horthy felelősségéről beszélünk, hát azért mindenképpen, és ugye most itt a nagyon sok visszaemlékezés van a 19, nem sok, jó pár visszaemlékezés van a 19 szeptemberi, majd decemberiben hogyan nyilatkozott ezekről a borzalmakról, illetve az is nagyon, én bűnpártolónak szoktam hívni Horthy Miklóst, még ha ő nem is adott parancsot róla, biztos, hogy tudott róla, illetve azokat az embereket, akik ezeket elkövették, kormányzói kegyelemben részesített 1921-ben, tehát ez mindenképpen valamilyen jóváhagyást mutatott a magyar társadalom felé, és az, hogy egy újonnan vezető pozícióba kerülő garnitúra így kezdje a uralkodását, vagy legalábbis a színrelépését, ezért mondtam, hogy dicstelen,
ez biztos, hogy nem szép, biztos, hogy nem igazolható, megmagyarázható, de ha már odaig eljutottunk, és elismerjük, hogy a fehér terror az egy jogtalan visszacsapás volt, a jogtalattól még jogtalan lesz, hogy visszacsapásról beszélünk, és Hortinak a felelőssége igenis az, hogy a legmagasabb kormányzati funkcióban több száz embernek, akik nem erőszakot, gyilkosságot, rablásokat követtek el, megkegyelmezett, és nem csak 21-ben, hanem mondjuk 39-ben, vagy akár a világháború alatt is, most is Zöldi Mártorra gondolok, akik 39-ben a Kárpátalja visszafoglalásakor több embert is agyonlőtt, illetve agyonlövetett, ugyanebben erről, közkegyelemben részesült. Erről nem tudok erről, hogy a Zöldi ilyesmit tett volna, nem volt olyan helyzetben és beosztásban, hogy ezt megtegye. A csendőr ügyészségi jelentéseik megvannak, Kosztő Gyulával fog publikálni ezeket az iratokat, ugyanaz alapján a magyar... De nem ott szolgált. Ott szolgált. A 8. kassai kerületnek a csendőrtisztje volt, de a mechanizmus a lényeg, tehát ahogy 1921-ben, ugye 1939-ben és később is az volt a formula, hogy olyan elkeseredettségben volt a magyar faj és nemzet ellen elkövetett vélt vagy valós bűncselekmények miatt, hogy ő bármit is követett el, ha ezt ő nem önös szándékból vagy nyerességvágyból tette, akkor őt közkegyelemben fogjuk részesíteni. Tehát ez máshol is voltak közkegyelmi rendelkezések, ne értsenek félre. De ez előzetesen tudott volt, hogy úgyis majd kegyelemben részesítek, vagy pedig ez egy olyan dolog, hogy megtették. A Prónai Pálnak a naplója szerint egy kimondott vagy ki nem mondott egyesség volt azzal kapcsolatban, hogy azok a különleges tisztikönyv, még itt nem az egész magyar nemzeti hadseregnek az összes tagjáról beszélek, ahogy a második világháborúban a zsidók ellen elkövetett atrocitásokat sem a Wehrmachtnak a teljes egészet, többmilliós állománya követtek el, hanem voltak olyan különleges speciális Einsatzgruppék, akiknek az volt a feladata, hogy megtisztogassák a hátországot. A tiszti különjükményes csapatok között is voltak ilyen speciális felhatalmazással rendelkező egységek, akik ezt megtették, és annak a tudatában tehették ezt, hogy velük szemben eljárás nem fog indulni, erre megvannak a dokumentumok, még olyan civil elkövetőkkel szemben, például a fonyódi gyilkosság akasztások során is Horthy személyesen járt közbe az ügyészségen, hogy a polgári, tehát nem katonai elkövetőket még előzetes letartóztatásba se helyezzék, és utána ezek az emberek is megkapták a kormányzói kegyelmet. Tehát ez, mondom, meg lehet magyarázni, hogy miért történt ez, egyetérteni, vagy legalábbis valamilyen szinten erkölcsileg, morálisan és jogi szempontból is, én úgy gondolom, hogy ez egy elítélendő cselekmény, ezzel nem leszünk kevesebbek vagy többek, hogyha elismerjük, ahogy a Vörös Terrornál is elismerjük, hogy ez ugyan a jogtalan eljárás volt mondjuk Samuelnek az akasztása Dunapataján. Jó, hát én azt hiszem, hogy abban egyetértés volt köztünk, és nem azt mondtam, hogy elfogadom azt, hogyha valami jogtalan történik, csak azt mondtam, hogy a magyar bíróságok törekedtek legalábbis arra 1919-20 után, hogy a bűnösnek kimondott személyeket elítéljék, és utána jön az, ami elhangzott, hogy... Nem nagyon tudtak törekedni, mert eljárási kegyelmet is kaptak ezek az emberek, tehát már megkezdett eljárásokat is le kellett zárni, illetve mindent megtette a Nemzeti Hadsereg Fővezérség, hogy ezek az ügyek még a nyomozati szakba se jussanak el, ugye csak ők tudtak nyomozni katonai személyekkel szemben, polgári hatóságoknak, bíróságoknak nem volt joga katonai személyekkel szemben nyomozni, és pont ezek az ügyek mutatnak rá arra, hogy a Magyar Nemzeti Hadsereg Fővezérsége az egy központ volt a központban, tehát bármilyen polgári hatóság megkereste őket, akkor csak nagyon láss Somogyi Bacsó gyilkosság, ami egészen 1930-ig húzott, ott sem sikerült nem, hogy tetteseket találni, hanem az nyilvánvaló elkövetőket is közkegyelemben részesítették. Tehát aztán, ha jól tudom, 45 után volt ítélet. Hát 45 után volt ítélet, 45 után az egy másik kérdés. De most nem azért mondtam, csak hogy jól emlékszem, hogy... Akkor volt ítélet, és akkor kiderült, hogy ez minden egyes rendszerben így van, hogyha az ügyészség nem akar nyomozni, és nem akarom Biszkó Bélát idehozni, meg a 2010-es évek utáni eljárásokat, ha egy nyomozóhatóság nem akar nyomozni, akkor nem is fog tudni nyomozni. Itt az a szerencsénk, hogy a katonai körletparancsnokságoknál legalább kikérdezték ezeket az emberek, ezek szigorúan bizalmas katonai titkot képező jegyzőkönyvek voltak, amik ott vannak a történelmi levéltárban, pár hónap múlva ezeket a dokumentumokat közölni fogom, ahol nagyon a katonai titoktartásnak az őrve alatt ezek a tisztek elismerik és elmondják, hogy milyen parancsot kaptak, hogyan kapták ezek a parancsokat, illetve mit tettek. Ennél nem kell a kommunista népbíróságokat előhozni, a saját tanúvallomásaik mutatnak vádiratot ezekkel az emberekkel szemben, és így közvetve a közkegyelmi rendelkezésen keresztül Horthyra is.
Jó, tehát akkor ez az első ilyen vitáspont végül is a Horthy Miklósról beszélünk, maga a hatalomra kerülés és a fehér terror, bár itt ugye akkor hallhattuk a két vitás részt ebben, hogy ki hogyan ítéli ezt meg, de akkor térjünk rá a már elhangzott mondatokra is, ugye az antiszemitizmus kapcsán, mert nagyon gyakran idézik ezt az egy mondatot egyébként Horthy Miklóstól. Ön Szakály Sándor úr hogyan értelmezi ezeket a mondatokat, és mit kell értenünk, azért egy pár szót erről mindenképp ejtsünk a korszaknak, tehát ennek a kornak az antiszemitizmus alatt. Hát nem tudom, hogy a korszellem együttjár, és a korszellemet lehet egy korszakot antiszemita korszaknak nevezni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, megint azt tudom mondani, bár nincs könnyű kérdés, vagy nincs egyszerű kérdés, ezt is hozzá kell tenni adott esetben, hiszen ez az Ádám által sajátosan Dichternek indult, vagy kezdés után ennek a korszaknak azért normális viszonyai vannak legalábbis szerintem a 30-as évek közepéig, alapvetően vagy a 30-as évek végéig, és nem érződik olyan típusú korlátozás például adott esetben a magyarországi zsidósággal szemben, ami később megjelenik a jogkorlátozások és bizonyos dolgok vetítése. A másik pedig, van egy továbbélése legalábbis szerintem a társadalom egyes csoportjaiban az osztrák-magyar monarchia időszakának, amit most nem az osztrákokra gondolok, hanem a monarchia szellemiségére, vagy az akkori magyar szellemiségre. És amennyire én ismerem, nem vagyok a kérdésnek szakértője, bizonyos kérdésekben a magyarországi zsidóság is ebben az időszakban is megosztott. Tehát a dualizmus időszakában, hogy úgy mondjam, asszimilálódó, de egyébként hitét és sok mindent megtartó zsidóság másként tekint, akkor ezt a kifejezést használták, és ha nem tévedek, a tanácsköztársaság vezetése akart először kiutasítani, kitoloncolni az országból a galiciánereket. Tehát ez is egy másfajta dolog volt, hogy mi ennek a nemzetnek a részei vagyunk, és ezt így is fogták fel, és ennek egyik legjobb példája szerintem Gömbös Gyulának a miniszterelnöki bemutatkozó beszéde az országgyűlésben, akiről Gömbösről azt mondják, hogy nem volt egy zsidó párti, most így fogalmazok, bocsánat, és amit mond 32-ben, amikor arra beszél, hogy láttam zsidó hősöket, akik velem harcoltak a világháborúban, gyakorlatilag az ő addigi, hogy így mondjam, nézete és elképzeléseit, véleményét megváltoztatja, és Gömbös pontosan érzi azt, amit a magyar társadalom vagy a politika elit egy része is, hogy a magyarországi zsidóság nélkül magyar gazdaságot és Magyarországot fölépíteni Trianon után nem lehet. És itt nem arról van szó, hogy Corinth Ferencet, Weiss Manfredot vagy mást adott esetben időben megvették volna, és bocsánat, egy kitérő példát hadd mondjak neki. Az Egyesült Izzónak a tulajdonosa természetes volt, hogy a honvédelmi miniszternél akkor kapott audenciálő fogadást, amikor akart. Akkor ment el, és támogatta. Vagy nem véletlen, hogy a származásuk miatt a 41-ben a honvédségből kikerült Párfi Solym, és így tovább oda kapnak a honvédség közreműködésével lehetőséget, hogy polgári életbe legyenek. Tehát ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés. Ahogy az iskolákban, és most megint utalnék Deák Istvánnak, azért mondom ezt, mert most olvastam a nagyon szép emlékiratát, ugye a maratoni életemet, amikor azt mondja, hogy ő ugyan kikeresztelkedett családban, de az iskolában, a gimnáziumban nincs semmiféle. Még amikor föl kell tenni a csillagot, akkor is megy és leérettségizik, talán egyetlen egy osztálytársa van, aki tesz egy megjegyzést. Tehát nagyon, nagyon nehéz. Tehát és a másik, amit nyilvánvaló, hogy bizonyos szélsőjobboldali körök vagy hangoztattak, és tehát, hogy a háborút miattuk veszítettük el, miattuk volt a tanácsköztársaság, ezért tartunk itt, hiszen a boltos ez téged mindig becsap. Tehát ezek nagyon leegyszerűsített dolgok ilyen szempontból, de tömegeket ezzel lehet adott esetben megfogni, legalábbis szerintem. Tehát én nem állítanám azt, és nem mondanám azt, hogy ez olyan korszak volt, az antiszemitizmus volt a meghatározó. És a másik pedig ugye érdekes volt, és ez nem volt föl, vagy nem mond semmit, én többször elmondtam, hogy itt Ádám idézetet mondott, hogy milyen volt a viszony a Horthy Miklós kormányzónak a Novara egykori hajóorvosával, Barcsai Ábrissal született Blau Ábrahámmal, aki az ő hajóorvosa volt. Megtartják a kapcsolatot akkor is, amikor kormányzó, pedig már nyugállományba ment orvos tábornok a két világháború közti korszakban. De ezek csak kiemelt részletek, mert ugye akkor ugyanakkor elhangzik a következő idézet, mert lesz, hogy azt mondta, hogy vannak a jó zsidók, meg vannak a nem jó zsidók. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, de én nem szeretem, amikor egy korszakra egységesen ráhúzzák azt, hogy ez a társadalom, ez a korszak olyan volt. Mert mindig egyéneket kell megvizsgálni. Ez olyan, mint az adott esetben egy eltérő példa az úgynevezett ügynök kérdés. Nem ide tartozik, de engedjék meg. Én azt mondtam, azt nem lehet egységesen kezelni, mert nekem azt mondták, hogy a fiam bekerül 5 évre a börtönbe, de ha aláírok, akkor nem.
akkor azt másként kell kezelni, amikor azt mondtam, hogy ha előbb megkapom a Skodát, akkor én aláírok. Bocsánat ezért a kitérőnálat. Jó, de ebben az esetben a Hortit nem zsarolták azzal, hogy ő legyen antiszemita. Tehát nem. Azért hoztam ezt a példát csak, mert pont ezt beszélgettük a felvétel előtt, hogy sajnos még nincsen egy olyan kiadvány, még ha nagyon vékony is lenne, hogy Horthy Miklós összes. Tehát Horthy Miklós összes rádiónyilatkozata, újságinterjúja, beszéde, avató beszédei, Turbucz Dávid nagyon komolyan dolgozik lassan, több mint egy évtizede egy Horthy Miklós életrajzon, de ezeket a vitákat gyorsan, rövidre lehet zárni, hogyha az összes Horthy kijelentést egy kötetben olvashatnak, és azért hoztam csak egy példát, mert mindig azt szokott ugye előkerülni, hogy ez a szelektív antiszemitizmus. Nagyjából azt jelenti, hogy Horthynak ilyen voltak zsidó barátai, ahogy másoknak is, rengeteg náci korifeusnak is voltak személyes, akár zsidó vallású barátai, de ez nem jelenti azt, hogy az ő politikája, és most itt a numerus claususról, meg a zsidó törvényekről, ugye ha megemlítem, akkor nem is kell ezt mondani, tehát az ő személyes attitűdje, és most Horthy Miklósról beszélünk, ugye nem egy egész korszakotról beszélünk, Horthy Miklós antiszemita volt, ezt te is sokszor elmondtad. Azt, hogy ennek most a 20-as évek elején a 18-19-es események miatt lehet, hogy egy kicsit erősebb volt, lehet, hogy a 30-as évek derekán nem volt annyira erős, mégis antiszemita törvényekben csúcsosodott ki. Tehát az ő személyes hozzáállása biztos, hogyha filoszemita lett volna 100%-ig, akkor az antiszemita törvények nem így születnek meg, vagy nem ilyen súlyos módon születnek meg, vagy mondjuk a kivételezéseknél körültekintőbben jár el. Az biztos, hogy a 20-as évek eleje a tianonisok, a tanácsköztársaság és a már meglevő antiszemitizmus miatt egy virulens antiszemita sajtót és társadalmi légkört teremtett, ami a numerus claususnak a finomítása után 28-ban és a 30-as évek elén valahogy vissza lett nyomva, de mégis azért a magyar állam nem filoszemitaként működött, és persze itt lehet nemzetközi összehasonlításokat mondani, meg hogy a galícia zsidókat mindenki ki akarta telepíteni, a 20-as évek elén különben a Horthyék is, és majd gondolom majd 41 is szóba kerül, de mindenképpen is, mint a zsidó törvényekre rátérve, a Horthy korszaknak, a 30-as évek másik felének, és ez egészen a 20-as éveknek a sajtójából fakadóan az volt a mottója, hogy a túlnyomó részben zsidó kézben lévő gazdasági, ügyvédi, orvosi szakmákat eddig nem tudták megszerezni a jó keresztény ifjak, ezért szabadítsuk fel ezeket a pályákat a zsidóknak a rovására. Tehát valakinek a rovására akartak keresztény vallású magyarokat előnyben részesíteni, és így jutunk majd el egészen a deportálásokig. Nem mintha az antiszemitizmus Európában ismeretlen fogalom lett volna, de azt azért mindenképpen mondhatjuk, hogy Horthynak a személyes attitűdje biztos, hogy nem a filoszemita irányba vitt el a zsidókat. Én azt gondolom, hogy ha választani kellett volna, akkor nyilván nem egy zsidót választ ilyen értelemben, ha így veszük, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a probléma valahol gyökerezik, nem egyedül, vagy egy formán, vagy hogy mondjam, egyedül a trianoni béke diktátumban és a világháborús vereséggel. Ha belegondolunk, hogy hány tízezer, illetve százezer menekült érkezett Magyarországra, és a menekültek ugye az elcsatolt területek többségében középosztály, alsó középosztálybeliek, az értelmiségek, és ezeken a pályákon ilyen értelemben, hogy mondjam, túltermelés, illetve hiány van, sokan vannak, és akkor jön ez a bizonyos numerus clausus, ami azt mondja, a népfajok és a nemzetiségek arányuknak megfelelően legyenek liszt a felsőoktatás egyes területén, mert nem mindenre vonatkozott. És ugye én szerintem a magyarországi zsidóság számára itt nem is elsősorban ez volt a probléma, az, hogy népfajnak tekintették, miközben ők saját magukat már függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartanak, magyarnak tartották. Tehát itt van a probléma, és ugye mindig feltettem a kérdést nem szakértőként, hogy a numerus clausus kapcsán mi jelentett az, hogy zsidó? Nyilván az, aki izraelita hitben született és azzal ment. Mert egyébként még nincsenek olyan törvények, mi később, hogy hozza mindenki az igazolását. Tehát ha én egy kikeresztelkedett voltam 1921-ben, akkor nem számítottam, ilyen értem a numerus clausus szerint, abba a bizonyos kategóriába, amelyet egyébként tudjuk, hogy vidékietek meg miként játszó, nem szándékos kijátszásra volt, szerintem nem volt annyi hallgató, meg kell nézni, a Pécsi Orvostudomány Egyetemet néztem meg, ahol a numerus clausus után 15-20% volt az izraelita hitfelekezethez tartó hallgatóknak a százalékos aránya, és így tovább. De nyilvánvaló ez egy olyan törvény, amelyik, hogy mondják, a polgári és egyéb jogegyenlőséget sérti, mert azt mondja, hogy ne az alapján döntsük el, hogy kinek milyen a bőrszíne, kinek milyen a felekezet,
ítélete, hanem az alapján, hogy milyen a kvalitás. Amire egyébként Ádám utalt, ha antiszemitizmusról beszélünk, akkor Kelet-Európában ebben az időszakban bőven lehetne országokat találni, amelyek előttünk járnak, de ez nem sem dicsőségnek nem számít, sem, hogy mondjam, föloldozásnak vagy fölmentésnek ebben az értelemben. De én azt gondolom, hogy nagyon nem ismerjük, vagy legalábbis én nem ismerem azt, hogy a vidéki világban és az életben ez miként jelenik meg adott esetben a falusi vagy a paraszti társadalomban. Ezt azért merészem mondani, mert egy kis faluban születtem, Törökkopányban is nőttem föl, ahol ez a kérdés nem volt. Amikor én törtem versenyre mentem 8. koromban, és volt egy ilyen kérdés, hogy az antiszemitizmus, és néztem nagy szemekkel, és mondta törtem tanár, hogy még nem tartunk ott a tananyagba. Miközben a Fischerék, a boltosékat mindenki szerette Törökkopányba is fordítva, anyám náluk szolgált kis cselédlányként. De ez nem az egyéni történetem, hanem az, hogy ott mit ismertek az emberek, és ez nyilvánvaló egy pici, egy mikrotársamnak a lényeg, és egész más megítélésem szerint egy nagyváros, és ha szabad így mondani, a proletariátus, ha még használhatjuk ezt a kifejezést, és Dénes Bélától idézek egy levelet, aki levelező partnere volt Rácz Erzsébetnek, aki Rácz Jánő lánya volt, és nagyon jó viszonyban voltak, aki börtönben van, az kapcsolatban, és azt írta Dénes Béla, amikor már Izraelbe kikerült Erzsébet, az én hit és sorstársaim sajnos nagyon eltolják a dolgokat, a magyar arisztokráciát meg lehetett vásárolni, a magyar középosztállyal össze lehetett házasodni, de ha prolit tesszük antiszemitába, akkor ezt az országot el kell hagyni. Igen, csak amikor ez kormányzati szintre emelkedik majd, ez a proli antiszemitizmus, akkor van egy nagy probléma. És ha Hortinak van felelősség abban, és ha államférfiúi kvalitásokról beszélünk, akkor sajnos ebben az országban nagyon sokszor előfordul az, hogy a tehetséges vagy jobb képességű embereket azért nem jutatjuk pozícióhoz, mert a vallása, a fai hovatartozása, vagy egy kitalált kategória szerint nem illik bele annak az éppen regnáló klientúrának az elképzelésébe. És nem csak a zsidókról beszélek a sváb kitelepítésekről, beszélek a kulák kérdésről, beszélek a Kádár alatti kontraszelekcióról, tehát amikor kormányzati szintre emelünk akár jogos vagy jogosnak vélt külpolitikai igények miatt, lásd Trianon, hogy mindent vissza, vagy legalábbis a jogtanulmányozott területeinknek egy részét vegyük vissza, ahol különben, amikor visszakerülnek, ugyanúgy bevezetik a zsidó törvényeket. Elnézést, hogy közbeszólok, Ádám, hogy egyrészt ebben a kérdésben a magyarországi zsidóság ugyanúgy állt, mint a nem zsidóság. Tehát a Trianon mindent vissza, és egyébben a magyar társadalom minden tagja a revízió mellett állt. Hát igen, és amikor visszakerül a felvidék, ugye megjelent a kis kötetük a felvidéki zsidóságnak, magyar anyanyelvűeknek, az a cím, hogy ítéljetek, ugye 1938-ban, hogy mi, akik a cseh elnyomás alatt körülbelül így fogalmaznak, magyarnak vallottuk magunkat, és kitartottunk mellette, idejövünk, visszajövünk az országunkba, és akkor bennünket ilyen törvényekkel szembesítenek. Vagy csak aláhúzod azt, amit az előbb mondtam, hogy ha 20-25 éven keresztül szenvedünk a cseh, vagy román, jugoszláv, vagy román iga alatt, Isten azt kapjuk a magyar államtól, jó magyar állampolgárok voltunk, mondjuk Csehszlovákiában minket ezért szintén diszkrimináltak, nem kaptunk munkát, mert amikor visszatérünk édes hazánkhoz, akkor mit kapunk tőlük? Egy zsidó törvényt, majd deportálást és halált. Tehát azok a virágzó közösségek, amik 44-ben még megvoltak ezeken a visszatért területeken, ezeket megint csak egy magyar államnak a, hát hogy is mondjam, nem tudok szép szóval találni erre, egyszerűen kiirtottuk azokat az embereket, azokat a tehetséges embereket, akik ennek a visszatérésnek a megtermékenyleg ható lakossága lehetett volna. És ha Hortinak a tevékenységét nézzük, akkor az elbaltázott kiugrást is idevéve, azt, hogy itt az ország teljes megszállás alá került, kifosztották, illetve a nyilasok kivittek mindent. Ugye volt egy hatalmas népvándorlás, tolták maguk előtt az embereket a kiürítési rendeletekkel, plusz még mellette 437 ezer zsidót is deportáltak, a munkaszolgáltatások egy része borzasztó körülmények között volt, plusz még ugye emiatt a svábok is kitelepítésre kerülnek, amit különben Horthy is támogat, még az emigrációból. Tehát ha ezeket mind mérlegre tesszük, akkor mindez az sok jó, amit elmondasz, és amivel én teljesen egyetértek, hogy a Horthy passzívan vagy félig aktívan részt vett mondjuk a 20-as, 30-as években, azok zárójelbe kerülnek, mert a végeredmény az egy borzasztóan egy negatívum. És ezért valakinek felelősséget kell válni, és nekünk ezt a felelősséget minimum el kell ismerni, hogy rossz döntéseket hozott. Lehet, hogy ő ezt nem így akarta, lehet, hogy ő jó hiszemű volt, lehet, hogy öreg volt, lehet, hogy szenel is volt, lehet, hogy a legjobbat akarta, de a végeredmény szempontjából egy tragédia történt ezzel az országgal, és ő volt az első ember ennek az országnak, ő volt, aki ebbe a helyzetbe minket belekormányozott,
a Szküllák és Karibdiszek és a különböző más nehézségek alatt és közben, de mégis a felelősség az övé, és ha ezután próbáljuk őt pozitív színben feltüntetni, a pozitív fumait kihangsúlyozni, akkor mindig azzal fogunk szembesülni, de hát ott van az a rengeteg narratív, ott van az a rengeteg tragédia, és azt valahogy mindenki úgy fogja érezni, hogy ezzel valahogy ezt a rengeteg negatívumot, ami szerintem amellett eltörpül minden pozitívum, a visszakerült területek, mert a végén mindent elveszítettünk. Tehát még rosszabb helyzetbe kerültünk, mint Trianon után. Itt ugye egy ha kérdését vettem fel, illetve két dolgot szeretnék mondani. Ha 1941. március 18-án vagy 19-én, én legalábbis így látom, Horthy Miklós lemond, amivel ő úgymond fenyegette már, amennyire Hitlert lehetett fenyegetni, akkor meg egész másról vitatkoznánk, vagy beszélgetnénk itt. Ez ugye a ha kérdése. Horthy Miklós szobok lenne valószínűleg Budapesten, Budapesti Krisztián is megírta a könyvét. Mert ugye akkor azt mondja neki a Honvéd vezérkar főnöke, hogy amennyiben főméltóság úr most lemond, és elhagyja, most nem ezt a kifejezést használja, hogy süllyedő hajót, vagy nem kormányozza, akkor olyan szélsőséges erők kerülnek hatalomra, amely visszafordíthatatlanná teszi ezt a folyamatot. Viszont ha helyén marad, akkor még jöhetően amikor valami történhet. Na most a történésnek voltak bizonyos lehetőségek, amivel lehetett volna kísérletezni, vagy kísérleteztek. Ezek, amire utalta Ádám a kiugrással kapcsolatban, a kiválással, háborúval a kiválással kapcsolatban, ez egy szerencsétlen, tragikus eredmény lett, mert azt eredményezte, ami a háborúnak a végét jelentette, vagy ami Magyarország számára itt hozott, ugye százezerek halálát összességében, egy megszállt országot, egy más hatalom által évtizedekre megszállt országot, és így tovább. De én azt gondolom, hogy az, amikor elhangzott a felelősség, azzal magam részéről teljesen mértékben egyetértek. A felelősség és a bűnösség nem ugyanaz a kategória. Tehát legalábbis én szerintem, ha jól emlékszem, de megint a jogászhoz és a büntető joggal, a nemzeti jog ellenére is foglalkozónak mondom, ha emlékezetem nem csal, Bárdosi László is azt mondta, hogy mint miniszterelnök felelősséggel tartozik mindazért, ami az ő miniszterelnöki működése alatt történt, de ez még nem jelenti egyúttal azt, hogy bűnös. Hogy utólag miként minősítünk egy embert, mondhatjuk, hogy az a télépése, azok a tettei olyanok, amelyeket elítélünk, és amelyeket nem nézünk kritika nélkül, és kritizálunk, de ítéletet legalábbis Gosztonyi Pétert, néhai Gosztonyi Péter kedves barátomat idézem, aki azt mondta, hogy a történész nem bíró, ne ítélkezzen, ő mutassa be a tényeket, vázolja fel a saját képét arról a korszakról vagy szeméről, és az ítélő bíró pedig legyen az olvasó közönsége, a hallgatósága vagy a nézője. Nem akarok beülni, mondta Péter nekem, a bírói székbe, mert nem feladatom, a másik pedig az érzelmek valamennyinket befolyásolnak, és főleg, ha a közel múlt történetéről van szó. Nem állítom, hogy nincsenek érzelmek Hunyadi László lefejezése kapcsán adott esetben az uralkodóval szemben, vagy Szent István koppány felnégyelése, mennyiben így történt, de ezek olyan távlatok, amitől már teljesen, hogy mondjam, hidegen vagy hideg fejjel lehet közelíteni, legfeljebb azt mondják, hogyha az én ősöm a hétvezérre jött ide, akkor én koppány mellé állnék inkább, vagy fordítva, ezt nem tudom most mondani, de azt hiszem ilyen is. A másik pedig, ha megnézzük, Horthy Miklós személy és Horthy kérdés, én is fogalmazik folyamatosan napi rendben van. Most arra nem emlékszem pontosan, hogy együtt ültünk-e a Raoul Wallenberg társaságnak Horthyról rendszervezett, hogy így mondjam, vita estjeim, már én a végén betegségem miatt nem lehettem ott, de egyik állandó meghívottja voltam, de Pók Attila, emlékszem, Princ Pára, Stark Tamásra, Karsai Lacira, és így tovább. Tehát ez mindig napi rendben van, tehát nem lezárt ügy, Horthy, egy-egy mondat vagy egy szó kapcsán jön elő ilyenkor a személy, ami megítélésem szerint a történészek nyakába varratik után, amiközben politikai kérdésről vitatkoznak, egyesek vagy politikusok próbálják megítélni adott esetben az ő személyét. Visszamegyek ide egy kicsit az antiszemitizmushoz. Ugye azt mondta Gellért Ádám, hogy a Cion bölcseinek a jegyzőkönyveit ismerte Horthy Miklós is, és hivatkozott is arra, hogy ez alapján szelektíven antiszemita, de mit tudunk ennek az eszmei hátteréről? Mert ugye nagyon sokszor halljuk azt a szélsőséges megfogalmazást is, amit most jó, azt mondom, hogy szélsőséges, mert akkor ezt önök megvitatják, hogy az-e vagy nem, hogy Horthy Miklós náci volt, illetve a hitleri Németország elvtelen kiszolgálója. Tehát, hogy ez az antiszemitizmus, amit ő szelektív antiszemitizmus határozott meg magának, ez milyen eszmei rendszerrel működött? Tehát arról volt szó, hogy ha választanom kell, inkább a keresztényeknek kedvezek, mint a zsidóknak, vagy arról volt szó, hogy a végső megoldás az egy alternatíva. Mert a kettő közt nem, azért van különbség. Horthy Miklós semmiképpen nem volt náci. Ő pragmatikus antiszemita volt, a trianoni sok után ő előnyben akarta részesíteni a keresztény
magyarokat. És nagyon sokszor a keresztény szó, mint kódoltan, nem zsidót jelentett. Tehát nem pozitív meghatározás, hanem negatív meghatározás volt a keresztény, mindenki, aki nem zsidó. Azt, hogy Hortinak, ugye nagyon ezt a Turbuc Dáviddal beszélgettél, és meghallgattam azt a beszélgetést, ugye a Dávid, aki a legjobban ismeri Hortinak ezeket a kijelentéseit, ő mondta, hogy azért nehéz erről bármit is mondani, mert Horti nyilvánosan nagyon kevésszer mondta el az ő véleményét erről a kérdésről. Magánbeszélgetések, foszlányait ismerjük, amik most felolvastam, különböző követi jelentésekből ismerjük, hogy Horti miket gondolt, és itt igazából nem is az a lényeg, hogy Horti most a skálán milyen szintű antiszemita volt, hanem hogy mit tett. Az első, a második és a további zsidó törvényeknek a jóváhagyását mindenképpen ezt jóváhagyta. Az, hogy a zsidókat nem akarta kiirtani, az szerintem egy álságos vita, és ha már 44-nél tartunk, akkor ezt hagy hozzam ide. Mindenki pontosan tudta, hogy ha magyar állampolgárokat megfosztunk, mert ez történt, megfosztunk a vagyonoktól, a lakásától, és egy megszállt német területre visszük őket gyerekestül marhavagonokban, az nem lesz jó. Itt az egy terméketlen vita, hogy most ő tudott-e, hogy pontosan mi fog velünk történni, hogy most milyen gázzal, meg hogy gázkamrában ölik-e meg, azt mindenképpen tudhatta, hogy ezeket a magyar állampolgárokat egy idegen hatalom kiviszi az országból, és semmilyen lépés nem tett arra nézve, hogy ezeket az embereket valahogy visszaszerezze. Lett volna mozgástér arra, hogy tegyen? Mert ugye erre is szoktak hivatkozni, nincs mozgástér volt. Nagyon sok mindent lehet ilyenkor tenni. Én nem vagyok abban a pozícióban, hogy Horthy Miklós 44-es tevékenységének az alternatíváját most így elmondjam ilyen nagyon gyorsan, de több lehetőség is lett volna. Franciaország, ami több éves német megszállás alatt volt, és ott szintén egy bábkormány is működött, ott a francia zsidóknak egy nagyon nagy részét, a többségét sikerült megmenteni különböző furfangokkal. Horthy visszavonulhatott volna Kenderesre. Az igazi nagy probléma Horthyval 44 nyarán az, hogy nincsen hatalma. Ez október 15-én csúcsosodik ki, amikor az a mítosz, ami köré lett építve, a Horthy kultusz, hogy neki majd egyetlen mondatára a hadsereg és a vezérkari tisztek majd a parancsát fogják követni, ez egyszerűen már 44 nyarán sem működik. Tehát ő elhitte azt, és az emigrációban is elhiszi magáról, hogy ő a magyarság kiválasztott vezetője, ami neki már nem volt annyi hatalma 44-ben, mint amennyit ő gondolt magáról, és ez a tragédia ilyenkor, és egyetértek Sándorral abban, hogy nem tudjuk, hogy mi történt volna, hogyha a Horthy visszavonul, viszont biztos, hogy Horthy mint embert, mint politikust, másképp ítélnénk meg, ha ő karakán módon kiállt volna, és az ország érdekét nézte volna. Persze elhiszem, hogy az is egy érdek volt, hogy áldozzuk fel a magyar zsidóságot, csak hogy megmeneküljön az ország, megmeneküljön a visszatért területeknek a megtartása meg legyen. Viszont akkor az erkölcsi és morális következményeknek a levonását kell, hogy maga után vonja. Tehát ha belátjuk azt, hogy Horthy, mert ugye az összes levelében, amit Hitlernek ír, ugye azt feltételezzük, vagy azt mondja, hogy olyan hiszékeny volt Horthy, hogy én ugye mindent megtettem, amit 44 márciusában Kleszheimben a Hitler megtett nekem, beengedtem ide a német hadsereget, hagytam, hogy a zsidókat deportálják, és még mindig megszállás alatt vagyunk, még mindig nem kaptuk vissza a szuverenitásunkat. De hát szóval, bocsánat, ha Horthy így gondolkodott, hogy ő mindent megtett, elment a falig, deportáltast a zsidókat, és mindig nincs visz meg a szuverenitásunk, ez nem menti őt fel az alól. Én nem a deportáltat a kifejezést használják, én azt mondanám, hogy ő tudomásul vette, elfogadta, nem ugyanaz, hogy ő deportáltatta a zsidókat, és a 44 júliusi levél, amit nem küldött el Hitlernek, mert nem vett át vézen, mert abban azt írja, hogy ami a magyarországi zsidósággal történik, és ahogy itt viselkednek velük, az nem egy elfogadható. Hát kinevezi azt a kormányt, aki utána végrehajtja a végső megoldás német verzióját. Tehát ezért ő kinevez egy olyan kormányt, akiről tudja, hogy végre fogja hajtani azokat a német kéréseket, amit ő már legalább egy-két éve tud, hogy mit fog jelenteni. Ezeknek az embereknek, mondom, magyar állampolgároknak a kifosztását, gettóbazárását és egy másik országba való elvitelét. Most nem a leggyilkolásokról beszélek direkt, mert azon lehetne vitatkozni. Egy magyar államférfi, nagyon nehezen tudok államférfinak tartani, hogyha több százer embert feláldoz valamiért, és úgy, hogy igazából nincsen ráhatása az eseményekre. Tehát ezért emberileg őt nehezen tudom megérteni, és mondom, utána sem történnek olyan lépések, tehát nem tudok olyan Horthy levélről, amiben az iránt érdeklik, hogy mi is van ezekkel az emberekkel ott? Gyerekekkel? Idősekkel? Mi történik ott velük? Tehát ez is egy furcsa számra, hogy ilyen legalapabb, basicabb szintre mennék le, hogy ő, hát ott van egy fél országnyi ember Németországban, mi van ezekkel az emberekkel?
Hát némi információ azért, bocsánat, nem információ, hanem valami érdeklődés föl, mert azért mondtam ezt a bizonyos júliusi levelet, amit én el nem küldött levélként tettem közé a Lipócia magazinba, vagy a másikat a 44, azt hiszem június 21-i minisztertanácsülés, amikor azt mondják, ugye mit a sztójai kormányról van szó, hogy külföld itt a nyugati, ma így mondanánk nyugati, tehát semleges országok sajtója szerint a Magyarországról kiszállított zsidókat elégetik, elgázosítják, és kérik, hogy ennek nézzenek utána, a minisztertanácsülésen hangzik el. Tehát itt most lehet azt mondani, hogy mennyit tudtak előtte, vagy mennyit nem tudtak utána, de ez egy nagyon bizonytalan kérdés. Ahogy megítélésem szerint, azokat is, akiket deportáltak, és akiket elhurcoltak az országból, ők sem tudták igazán, hogy hova mennek, és milyen sors vár adott esetben rájuk. Tehát ez mindig egy itt a kérdése, amiben Ádám meg szokta fogalmazni a véleményét, ott van a végső eredmény, tehát az, ami mi történt. Tehát most, hogy 437 ezerről jelent Vézemmel, és az 428 ezer volt, vagy 29 és így tovább, vagy ki volt az, aki munkára került, ki volt, akit kiválasztottak és megsemmisítettek, ez megint egy másik kérdés. Ki miként veszítette az életét? Kinek az tulajdonított vagyon, amiként maradt meg, mint Somogy Szilva, Szukman Tamás édesanyjáiké, hogy ugyanúgy volt lepecsételve a ház, hogy elvitték őket. Jó, de azért nem ez volt az általán. Én csak azt mondtam, és itt megint próbáltam utalni bizonyos vidéki dolgokra, ahol az emberek közössége másként működött legalábbis szerintem, de ez nem ad fölmentést, és nem változtatja meg, csak azt mondja, hogy ilyen is létezett, és ilyen is volt. Igen, de az általános helyzet az volt, hogy megrohamozták ezeket a házakat, kifosztották, illetve a magyar államnak, a magyar állam pedig begyűjtött mindent, amit lehet, tehát minden elrabolt vagyont összegyűjtöttek, és utána pedig szépen kiosztották a Schwarz Lilnek a kendőjét, meg a babapóját, és odaadták a szomszédnak, aki ezt elfogadta. Tehát itt az a tragédia ebben, hogy a magyar társadalmat bűrészessé tettek egy olyan dologban, amit a magyar társadalom, ha megkérdezték volna, nem csinált volna meg. De már itt volt a háború vége, borzasztó közélelmezési helyzetek, és igenis, ezek az emberek beköltöztek a zsidó lakásokba, elvették a jószágukat, és utána ebből óriási problémák voltak 45 után. És ez a probléma mind a mai napig fennáll, most egy államszocialista államosítással megspékelve. Tehát ez a tragédia, és ezért tudunk nehezen erről a kérdésről beszélni, mert mindenkiben ott van egy bűntudat, egy sajnálatos bűntudat, hogy az én nagymamám vagy ukanám beköltözött a Schwarz Lilieknek a házába, elvette a pólyát a kisgyereknek. Hál' Istennek nekem nem kell, hogy ilyen bűntudatom legyen, mert a sváb anyám még szomszédjaik a Schumann zsidóikkal nagyon jó voltak, és ők őrizték meg azt, amit a deportálás előtt rájuk bíztak. Tehát most ez nem egy személyes nehézsére. Ez több száz embert érintett. Persze, ez nagyon sokat. És ez egy olyan nagyon kevesebb, hogy a Kádár-Vági páros beszélt ugye erről, hogy a zsidóknak a deportálását azt a saját vagyonukból, tehát ez az önfinanszírozó népirtás történt meg Magyarországon is, és ez a tragédia ebben, hogy nem csak az történt, hogy elvitték a zsidókat, hanem bűrészesítették az egész magyar társadalmat ebben, és mondom, én tudok igazolást, vagy magyarázatot találni, hogyha én nyomorgok, vagy egy szobakonyhában lakom, akkor miért ne költöznék be a másiknak a lakásába, de ezt a magyar állam, és sajnos Hortinak a hallgatólagos beleegyezésével történtek ezek a dolgok. Tehát ezzel, emellett nem tudok elmenni, hogy ebbe a borzasztó emberek százalét érintő tragédiába belevonult az egész magyar társadalom, nem is beszéltem még a halottakról, meg másokról. Ez az igazi tragédia, és ezért tudunk ilyen nehezen beszélni erről. Na de mindjárt lejár az időnk, és ne menjünk el amellett, hogy Budapest deportálását viszont leállították. Beszéltem olyan zsidó emberrel, vezetővel egyébként, aki azt mondta, hogy hát ő sem biztos, hogy nem élne, hogyha nem állítják le a zsidók deportálását, a budapesti zsidókét. Tehát, hogy a budapesti zsidók megmenekülését szokták néha így is fogalmazni, Hortinak köszönhetik. Erről azért egy pár szót beszéljünk, mert ezt szokták rögtön ilyen mérlekként oda tenni, amikor van szó a vidéki zsidóság deportálásáról. Ez is egy olyan kérdés, amiben általában nem szokott egy véleménye lenni a történet szakma sem, tehát nyilván a holokauszt történettel foglalkozó kutatói másként látják, mint adott esetben én. Tehát én azt mondom, hogy a budapesti zsidóság deportálásának leállítása annak az eredménye, hogy Horthy Miklós tudomására jutott, én így fogalmazok, hogy mi történik ezekkel, ez az egyik. A másik pedig szokták mondani, amit Karsai László kollégánk cáfolni szokott, hogy mit üzent a svéd király, mit üzent az amerikai elnök, és mit üzent a pápa, tehát én azt gondolom, ettől lehet tekinteni. Nekem volt egy olyan feltételezésem, amelyre engem megköveztek néhány, amikor azt mondtam, hogy kitaláltak, én így fogalmazok, egy csendőrpuccsot, mert nem volt csendőrpuccs, ez egy
történet. A galántai csendőrzászlót, amelynek a legénységi állománya mind sorozott volt, és nem csendőrök voltak, hozták fel alapvetően Budapestre, és még néhány másik alakulatot, de megítélésem szerint a cél az volt, hogy a budapesti zsidóság deportálásába közreműködjenek. Erre is vannak utalások, egykori csendőröktől is kaptam ilyen utalást, hozzátéve azt, hogy akiket Galántáról idehoztak, fogalmuk se volt, hogy mi lesz az ő feladatuk, ők azt tudták, hogy egy zászlószentelésre jönnek, és a kormányzó Horthy kiadott gyakorlatilag egy parancsot, egy utasítást, amelyet egy vezérkari tiszt, egy ezredes Koszorús Ferenc végrehajtott. Ez nem Koszorús Ferenc magánakció és egyebek volt, ez az államfő által kiadott, hogy így mondjam, parancs, amelyet a testőrség parancsnoka, egykoron Koszorúsnak bajtársa volt, együtt szolgáltak, jól ismerte, ő adta tovább, és az államfő parancsát, a legfelsőbb hadúrét végre kell hajtani. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan döntés volt, amelyik valóban itt közel 200 000 emberet, ez így nagyon nehéz vagy meghatározni, és nem is a számokon van súly, hogy ezt megtette, de az az érzésem, hogy ebben közrejátszott az is, hogy egész más volt már a hadi helyzet is, és mások voltak a lehetőségek. Tehát itt amire Szombathely márciusban utaltak, itt mellesleg német követelés áprilisban el kell távolítani a honvéd vezérkar főnöki beosztásából, utalta arra, hogyha változik a helyzet, akkor főméltóságom még tehet valamit. Márciusban még nincs arról szó, nem tudja, hogy leszem, vagy itt majd deportálások lesznek, vagy valami, és azt hiszem, hogy ez az. És nyilvánvalóan ezért van egy olyan dolog, amire ön utalt, és én is kaptam ilyen leveleket különböző személyektől, azt írták nekem, hogy én másként látom, mint maga, jó lehet, azt kell mondanom, hogy az, hogy én életben maradtam, vagy a családom életben van, az annak köszönhető, hogy a budapesti zsidóság deportálását megakadályozta Horthy Miklós, most nevezzük így, vagy az ő utasítására ezt lehetetlenítették, és a németek akkor már nem voltak szerintem abban a helyzetben, hogy ők ezt erővel végre tudták volna hajtani. De ez a én meglátásom ezzel kapcsolatban. Ez egy rendkívül hosszú téma lenne, hogy mi történik július elején Budapesten. Az biztos, hogy annak ellenére, ugye van egy feltételezett puccskísérlet, ami nem az a kérdés, hogy történt-e, vagy nem, hanem hogy Horthy és az ő köre mit gondolt erről. És a percepció, hogy őt meg akarják dönteni, lehet annak a mozgatórugója, hogy ő fölrendeli az egyetlen éppen maradt páncélos egységet Budapestre, ami mellesleg megakadályozza, hogy a budapesti zsidókat deportálják, ettől függetlenül még július közepén is deportálnak zsidókat Pest-Pilis-Solt, Kiskunvár megyéből Eichmannék. Tehát azért az, hogy megmentette a budapesti zsidóságot, az így nem ez volt a fő cél, hogy fogalmazzunk finoman, vagy legalábbis nem eldöntött kérdés még, hogy ez volt-e a fő cél, vagy sem. Egy ilyen mellékhatása is lett, hogy akkor nem került sor a deportálásra, de augusztus végén, a román kiugrás után olyan tervek kezdtek el ismét előkerülni, és úgy tudom, hogy az iratokból az derül, hogy ebbe Horthy is partner lett volna, meg a Lakatos kormány is, hogy a budapesti zsidóságot kitelepítsék újból vidéki gettókba. Csak azért, hogy a németeknek valamilyen újabb engedményt tudjunk tenni. Nem deportálják őket az országban, hanem Magyarország területén gettóba, hát valószínűleg nem jó körülmények között gettóba kerüljenek. Azt, hogy aki így megmenekült júliusban, utána ugye volt még itt egy nyilas terror, meg voltak deportálások még 44 novemberében is, amit a nyilasok hajtottak végre, ebben ugye már Horthynak nem volt ráhatása, viszont a Horthynak arra volt ráhatása, hogy hogyan lépünk ki, vagy hogyan próbálunk meg kilépni ebből a háborúból. És erről egy egész konferenciát szerveztünk egy nemrég, ahol Szakály professzor is ott volt, ezt meg lehet nézni az interneten, és ezt ajánlom mindenkinek. Csak nagyon röviden, amit már korábban is elmondtam, Horthynak már nem volt ereje, és nem voltak meg az emberi ahhoz, hogy ezt véghez vigye, és ez viszont egy olyan tragédiához vezetett, amiért valamilyen felelősségűt is terheli, ő volt az országnak a vezetője, aki nem jól mérte föl az erőviszonyokat, nem jól mérte föl a saját erőit, és emiatt egy olyan előrehozott puccs történt az országban, ami a nyilasoknak a hatalomra jutásában csúcsosodott ki, és ami tudjuk, hogy utána az ország totális megszállásához, kirablásához, és több száz embernek, vagy legalábbis több tízezer embernek a halálába került. Hozzátéve azt egyébként, hogy a nyilas hungarista mozgalom nem volt a németek kedvence hosszú időn keresztül, tehát ők voltak az utolsók. Ez németeknek az volt elég, hogy melyik az a politika, erről mennyiben politika, erről beszélünk, és azért ott azért több százes szavazóbázisa volt ennek a nyilaskeresztes párt, illetve a hungarista mozgalomnak, amelyek a végsőkig hajlandóak harcolni, akkor úgy fogalmaztak a bolsevisták ellen, és itt tovább is ezzel. Nem annyira se eszmékkel, még mindig lehetett embereket megfogni a hazavédelmével, sok minden, mert ez ugye mindenkinek a
a joga és a kötelessége, hogy a velem szemben állónak is, hogy meg kell adnom azt, hogy a saját hazáért harcolt. Itt voltak, ez nem azt jelentette, hogy nem másként kellett volna tenni. Ha Horthy Miklósnak megint ez egy ha kérdése, sikerül az átállás, a háborúval a kiválása, úgy vonul el 46-ba Budapestről, mint ahogy a román király elment Bukarestből, megkérdezték, hogy hány vagont pakoljon tele, bár Horthynak nem valószínű, hogy lett volna annyi mindent belepakolni valója, mint a román királynak, de gyaníthatóan ez lett volna az ő sorsa. De hogy mi lett volna, ez megint ugye a ha kérdése, mert nem ez lett a sorsa, hanem az emigráció, hozzátéve azt, hogy a nagyhatalmak kellően tolerálták ettől függetlenül az emigráns életét, és a briteknek azt mondta a magyar külügyminiszter Gyöngyösi János, hogy nem tudjuk most, hogy hol van Horthy, egyébként pedig már mint egy brit diplomatának, és nem is kívánjuk hazadni, tett sok jót is ez az öreg ember, és nem akarunk belőle mártírt csinálni. Na hát az én eredeti 7 pontos vázlatomból 3-at sikerült megbeszélnünk Horthy Miklóssal kapcsolatban, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és lehetőség volt erre. Én bízom benne, hogy azért tisztul a kép ezzel kapcsolatban, de szerintem, ahogy önök is céloztak, rá fogunk erről még beszélni, mert a magyar közéletnek egyik fontos témája Horthy Miklósnak a személye, szerepe. Dr. Szakály Sándor és Dr. Gellért Ádám voltak a vendégeink. Köszönöm szépen! Listen, baby.